Sziasztok, srácok! Itt lennék a következő videóban, meg fogom mutatni nektek, hogyan tudjátok áthelyezni a Fortnite-ot esetleg másik Epic Games-es játékot másik partícióra, és ezzel megúszni, hogy ne kelljen újra letölteni mindig a játékot, ha bármi kisebb probléma van, illetve hogyha újra rakjátok a rendszereteket, akkor nem kell a Fortnite-ot, illetve bármely Epic Games-es játékot letölteni, hanem csak betallózzátok, és már játszottok is tovább. De ne húzzuk tovább a szót, nézzük is, hogy hogyan is történik ez az egész folyamat. Kezdjük is az elejétől, mint láthatjátok, nálam a Fortnite fel van telepítve, le fogom uninstallálni, át fogom másolni előtte egy másik partícióra, csinálunk egy új mappát, és meg fogom mutatni, hogy hogyan tudjátok betalózni a játékot, illetve hogyan találja meg az Epic Games majd a Fortnite-ot. Itt is lennék az első lépésüknél, az elmeghajtóra létrehozok egy Epic Games mappát, amiben bele fogjuk helyezni majd a Fortnite-ot. Megnyitjuk, és a másik meghajtón megkeressük a Fortnite-nak a mappáját, és a teljes egész Fortnite-ot átmásoljuk az Epic Games mappába. Ha átmásoltuk a Fortnite-ot, akkor nincs más dolgunk, mint átnevezni. Ha ezzel megvagyunk, akkor a Fortnite-ot már le is törölhetjük a gépünkről. Megnyitjuk az Epic Games-et, elkezdjük telepíteni a Fortnite-ot. Megadjuk az adott mappát, amit létrehoztunk a másik partíción. Elkezdjük telepíteni a játékot. És hogyha elkezdett a letöltés, akkor leadjuk Cancel. Létrehoz nekünk egy új Fortnite mappát, amit mi ki fogunk törölni, és ha ez megvan, akkor a régi kimásolt Fortnite mappát vissza állítjuk az eredeti nevére, úgy láthatjuk, hogy megvan állítva a letöltés a Fortnite-nak. Itt elkezdjük újra folytatni a letöltésünket. És mint láthatjátok, hogyha átneveztétek a régi játéknak a mappáját vissza az eredetire, akkor elkezd verifyingozni, és az összes fájlot betölti az Epic Games, és nem kell újra letöltenetek, illetve telepítenetek sem. Lényegében ennyi lenne az egész folyamata ennek az Epic Games betallózásos videónak. Remélem, hogy sokaknak tudtam segíteni ezzel a módszerrel, hogy ne kelljen újra telepíteni a játékokat, újra letölteni, és hát baromi sok idő lehet azoknak, akiknek esetleg lassabb internete van. Ha tudtam nektek segíteni, csapassatok egy lájkot, használjátok a leírásban lévő supportakreátor kódomat, ha szeretnétek támogatni, csapassatok egy feliratkozást, találkozunk a legközelebbi videóban, vagy live-ban. Én Dave voltam, sziasztok!